Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Na! Jó napot kívánok! Hihetetlenek amúgy egyébként. Na mindjárt jövök. Oké. Hihetetlenek vagytok, srácok, hihetetlenek. Hát hogy lehet ez? Hát még alig ment rá a intro, de már is egyből. Még szegény Milán, vagy Milánnak, még szegény Daninak azt sem tudtam mondani, hogy na majd mindjárt jó, csak beköszönök. Hát hihetetlen. Hát hogy lettek ilyenek? Na jó, nem úgy igen, pontos voltál. Nagyon pontos, szuper. Na, sziasztok srácok, üdv mindenkinek, folytatjuk Danival a kettes kis húbunkat az F1 2020-szal. Most fog jönni majd a brit nagydíj ügye, legutóbbi az a osztrák nagydíj volt, ahol a időmérén azt hiszem Danié volt a pole pozíció, én mögötte voltam egy picivel talán lemaradva, viszont ugye a futamon volt egy nagyobb rázóköves hadművelet, amit végig vitt Dani, és emiatt ugye kiforgott és visszaesett. Illetve Okonnal is volt egy kis probléma. Még 3 hónap és 2 év. Így van, még ez a kis 3 hónapocska kell. Kivéve, hogyha hamarabb letörlöm magam a Twitch-ra. Nem amúgy nem fogom hamarabb letörölni. Nagyon szépen köszönöm Détári ezt a 21. hónapos feliratkozásodat. Igaz, hogy a feliratkozásban lassan 2 év, de mi azért már régebb óta ismerjük egymást, mint 2 év. Úgyhogy, ja. Úgyhogy legutóbb a nagy díjteszt ugye nekem sikerült megnyerni, Dani lett azt hiszem a 3. talán, vagy 2. Talán 2. Úgyhogy meglátjuk, hogy itt most britben hogy fog menni. Én ezt a pályát aránylag éreztem korábban is a F1 19-es játékban, amikor Leoékkal volt ugye a Best Sim Liga. Meg úgy általában azért szoktam érezni, majd kiderül, hogy mennyire jön most össze. Illetve ugye, mint Red Bull azért hazai pálya, úgyhogy illene minél több pontot szerezni, vagy akár futamot is nyerni. Meglátjuk, hogy jön össze a dolog. Közben akkor szia Sanyi, szia Kabarc, szia Milán, szia Szuper, illetve akkor szia Détári neked is, ki ne hagyjak itt senkit. Úgyhogy, ja, ezzel fogjuk majd nyomni. Hát a holnapi napot nem tudom, hogy lesz-e valami, hétvégén szerintem nem. Viszont a jövő hetet hát valamennyire majd próbálom megnyomni, hogy legyenek streamek, meg majd a bot csatornára áttöltögetni, vagy a YouTube csatornára, hogy ott vissza lehessen nézni, mert 2 hét múlva szerdától, bár inkább szerintem már kedden sem, már onnantól úgymond nyaraláson leszek, úgyhogy ott nem fogok streamelni egy másfél hétig. De majd lehet, egy kicsit hosszabb idő is lesz, na majd azt meglátjuk. Úgyhogy majd mindjárt adok játékképet, csak még a chaten pótolok egy kicsit, hanem már így a jobbik monitoron látom ugye a dolgokat. Jézusom, az mondjuk rengeteg. Igen, meg ezt a játékot korábban azért régezted is, meg ezzel voltál, azt hiszem te is ligázni. Na viszont, akkor közben adok itt a játékképöt. Azt mondta, Ausztria jobban dukán? Csak is Nagy-Britannia. Sőt, még Dani úgy sincs itt bent a lobbiba. Hanem akkor inkább visszalépek egyet. És akkor ugye itt látjátok majd a bajnoki tabellállását, remélhetőleg látszódik is. Így van, most már látom, hogy látszik. Hát én vagyok egyedül, aki 100 pont felett van, utána már Hamilton második helye még éppen 100 pont alatt. Viszont Hamilton meg Dani között azért szoros a bajnokság. Szerintem Daninak sikerülni fog Hamilton megelőzni, aztán meglátjuk, hogy velem is mennyire tud harcba lenne a WB címért, remélem, hogy igen. Verstappen ugye csak 59 ponttal, a 4. helyen van. Őnek azért már van egy nagyobb lemaradása. És hát, hogyha most a De Vries, Cunoda, Ricardo-s féle kis Red Bull-os áthelyezkedést nézzük, hát akkor ilyen teljesítménye amúgy Verstappen is mehet neki a F1 mezőnyből, nem kéne, hogy itt legyen, de nyilván ez csak vicc. Utánunk jön ugye Ocon, Perez, Gasly, Sainz, Stroll, Ricardo, ugye ők a top 10,
és ugye akik még nem szereztek pontot, az Raikkonen, a két ház és a két Williams. Szerintem a háznak ideje lenne már majd valami pontocskát összeszednie. A konstruktőriben pedig így állunk, jelenleg 7 pontos az előnyünk a Mercedes-szel szemben. Hát nyilván, hogyha Verstappen többet tudna hozni, több pontot a csapatnak, akkor jobban is állhatnánk, de hát sajnos ez dobta a gép, de majd, hát ha ez a második felében egy kicsit jobb lesz majd. Illetve ugye ugyanígy a Williams és a házok egyedülek, akik nem szereztek csapatszinten sem még pontot. Úgyhogy srácok, én nem is igazán húznám ennyire az időtöket nektek se, hanem akkor jövök vissza Danihoz, és akkor kezdjük itt a dolgokat. Na itten lenni, Vanni. Oké, szia. Szia. Na, elmondtam mindent, úgyhogy a lobbyban vagyok, én készen állok. Pillanat. Így van, szuper. Mehet a Verstappen a házba, vagy ha már úgyis Red Bullos, akkor mehet át ő az Alfa Tauriban. Azt hittem pedig az, hogy Ricardot felviszik a Red Bullba, hogy Verstappen már megy az Alfa Tauriban. Úgyis izék, kamu bajna. Az persze, kamu bajnak vagy te. Jaj, lecsúsztam a pályáról. Amúgy igen, Sanyi, valamilyen szinten is sajnálom több részt, mert pont ezt írtam az egyik Facebook oldalon is, hogy azért, amikor Gasly meg Albon is helyet cseréltek, ugye úgymond a Red Bullba és Alfa Tauriba, vagyis hát akkor még a Toro Rosso volt, azért ott is Gaslyt még a nyári szünetig azért hagyták, hogy hát tud érvényesülni, vagy a Red Bullba valamit művelni. Itt meg igazából De Vries még a magyar nagydíjas se futhatta le. És már ki lett rakva, ugye? De nem tudom, őszintén szólva egy kicsit Ricardo helyébe is ezt az inkább visszalépésnek érezném. Nyilván visszakerül így az F1-es mezőnybe, de azért csak egy Alfa Taurihoz, és ő szerintem nem egy Alfa Taurihoz akarna hosszú távon marasztalódni, vagy ott maradni. De igen, De Vriest ilyen szempontból én is sajnálom, bár valamiért nekem nem volt annyira szimpatikus pilóta, se emberileg, se ugye versenypályán. Nyilván egy jobb Alfa Taurival talán többet is tudott volna mutatni, de szerintem annyival sokkal nem. De az biztos, hogy így Magnussen is fellélegezhet, mert most már nem fogja kiütni, vagy arrébb tessékelni őt. Na, akkor majd arrébb tessékelni Ricardo, vagy jobb. Na, teljesen. Ám Ricardo se fogja arrébb tessékelni. Ricardo az figyelmesebb pilóta ettől. Mondjuk a teszt az jó, mert második lett volna az időmérőn Silverstone-ban, az talán valami fény, de én még nem érzem. Én se érezném, mert oké, második lett volna ott az időmérőn, de basszus, hogy olyan Red Bullba volt gumit tesztelni, mint egy kurva jó autó. Úgyhogy nem tudom, valószínű az is benne van, hogy a McLaren se feküdt neki nagyon, amikor ott volt, de szerintem nem lesz ez azért akkora nagy durranást, meg hát ugye egy kis kedvencemet a Cunadát jó lenne, ha nem vernél, de örülnék én annak. Elmondom. Amit most láttam a játékon. Na, hát egy jó kis heavy rain a futam végére, teljesen jó. Nem tudom, mert az eső szett. Amúgy igen, Milan valószínűleg De Vriesnek jobb lett volna a Williams Sargent helyet. De igazából én Sargentre se érzem annyira rossznak. Szerintem egy Latifi teljesítménytől azért jóval többet tud. Hát én nagyon kemény keveréket így nagyon nem kell tesztelni. Hát én nem is megyek ki rajta, csak médiumot meg lágyat tesztelek majd. Mert amúgy is, hogyha full száraz futam lett volna, szerintem akkor is egy medium light vagy egy light medium taktikával végig lehet amúgy menni. Hát Csanyi, nekem úgy valamilyen szinten amúgy szimpatikus volt Ricardo. Olyan jókedélyű pilóta volt, meg tényleg azért voltak nagyon szép megmozdulásai, de ahogy a McLarenhez átkerült, ott valami nagyon nem jött ki jól neki. De nem tudom, hogy pontosan mi.
de nem. Az egy szar átigazolás volt. Lehet, hogy ott inkább úgy döntöttem volna, hogy akkor Sainz menjen a... vagy nem, akkor Sainz maradjon a McLarennél, és akkor Ricciardo meg át a Ferrarihoz. Szerintem azzal még lehet jobban is járt volna. Just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. Hát igazából azért gondoltam volna azt, hogy Ricciardo mehetett volna ugye a Ferrari-ba is, mert azért ugye olasz felmenői vannak, azt hiszem, és olaszul is tud azért beszélni, ugye így a Ferrarihoz talán amúgy illett is volna ő is, úgyhogy nem tudom, én lehet, hogy így azért történteket is látva meg tudva inkább a Ferrari mellett döntöttem volna. Bár a Ferrari-val meg nem lehet bajnoki címet nyerni, úgyhogy... Látni lehet, csak a Ferrari nem akar bajnok lenni. Ja, adnak előnyt a többieknek? Igen. Már nem tudom, hány éve. Nem, azzal a Ferrari-val aztán nem lehet BB-t nyerni, mert egyszerűen szarok. Vagy a pilóták hibáznak túl sokat, vagy az autó nem működik, vagy a stratégiát basznak el, de valami mindig van. És szerintem itt valami szervezet, vagy szerveződésbeli probléma lehet, mert hogy minden éppen sikerül így valamit elbaszni, az nem jó. Na szörnyű. Szörnyű rájuk nézni. De a McLaren hát... fejlesztett egyet, az rögtön odaugrott Verstappen mögé. Erről ennyi. Ferrari meg visszafele megy. Nem lennék Ferrari szurkoló már jó pár év, az biztos. Elég volt a Fettel érában nekem, bőven elég volt. Soha többet. Hát soha többet. Soha többet. De megvárnak szurkol, hogy így, de rendszeresen fognám a fejemet. Hát, mint ahogy ő is szokta, vagy akár Sainz. Igen. Én is úgy gondolom, Neblu, hogy most, amit ugye a brit nagydíjon mutattak, az egy kisebb fellángolás, de hosszú távon nem biztos, hogy az tényleg így is marad, hogy a McLaren így elől marad. De hogyha már egy Aston Martinnal többet tudna küzdeni, mit tudom én, ilyen hatodik helyekért, már az teljesen tök jó lenne. Hát Milán, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem amúgy Ricciardo is tudott volna VB-t nyerni, de Verstappen ellen kurva nehéz dolga lett volna. Meg hát ugye ez azon is múlt volna, hogy az első pár futamon kiteljesített volna jobban Verstappen vagy Ricciardo. Mert például Verstappennek úgy szerintem sokkal nehezebb dolga lett volna 21-ben is. Bajnoki címért menni és megnyerni, hogyha még a saját csapatásával is kellett volna olykor küzdeni. Mert Perezzel azért nem kellett. Akar mondani a bajnok esélyesek. Bajnok esélyesek nem kellett volna küzdeni. Na így van. Hát, szerintem Sanyi, a most, vagyis hát a következő szabályváltozásig szerintem addig marad Leclerc a Ferrari-nál, hogyha ennyi idő alatt nem sikerül csinálni semmit, akkor biztos, hogy elmegy onnan. Vagyis hát én a helyébe elmennék akkor inkább. De még az is lehet, hogy hamarabb is. Attól függ, milyen lehetőségeket tudnak ajánlani. Amúgy van egy záradék a szerződés, hogy nem kell kipéltetnie 24 végéig, van ilyen elleg, hogy ez mennyire igaz. Hát az már egy jó kérdés. De nem, a Ferrari-ba valahogy még a stratégiai részleget, vagy nem tudom, az ilyen döntéshozatali részt kell rendbe rakni. Meg a autóra a fejlesztéseket, amiket hoznak, az tényleg fejlesz az autót, ne csak visszafele.
Na most, amit Ausztriába hoztak, az például tényleg fejlesztette az autót, és valószínű jobb lett tőle. Bár még a brit egynél pont nem érződött, de ez már más kérdés. Amúgy igen, simán benne van Neblu, hogy a új gumikeverik az jobban fekszik a McLarennek is, a Williamsnek is. A háztak nem tudom, hogy jobb-e. Hát ezt nem láttam, hogy a háztak jobb lett volna, inkább lehet róla még rosszabb. Hát még rosszabbnak nem mondanám, de javulással láttam én is, bár így, hogy Magnussen alatt kb. Kétszer meghalt az autó, így nem sokat lehetett megnézni. Hát ja, majd kiderül, hogy Magyarországon dobogósak lesznek a McLarennek vagy sem, de hogyha nem, akkor se dől össze a világ. Ez egy hatalmas felvállalás volt az a brit nagy díjon. Én is úgy gondolom, de cáfoljanak meg. Szerintem az Aston lesz már, Hungaroringen a második erő, szerintem. Majd elválik. Hát ez egy jó kérdés. Ott van Cigusz, beírt a Milán a parancsot, én azt gondolom az F1-23-ról, véleményem változatlan továbbra is. Egyet tudok érteni a szellem új Sanyi, bár Perez helyébe csak az F1-ben tenném le a lantot, hogyha tényleg úgy kéne határozni, mert szerintem egy IndyCar-ba, NASCAR-ba, vagy valami más ilyen versenysorozatban biztos, hogy szívesen látnak. Szerintem ott még lehetne keresni valója. Vagy egy WEC-be menni, vagy bármi. Viszont, hogyha Perezt lecserélnék ott a Red Bullnál, és az Alfa Tauriba meg felszabadulna az ülés, mert Ricardo-t ültetnék vissza, akkor én nagyon bízom benne, hogy akkor a Alfa Tauriba legalább valami junior pilótát ültetnek be. Például ugye Lawson. Mert az mondjuk tényleg jogos érv volt Márkóiktól, hogy azért nem ültették be ugye most Lawson, mert azért az Alfa Tauri egy szar. És szar autóban meg fiatal tehetséget lehet, hogy nem lenne érdemes beültetni. Csak azért, hogy utána meg arról cikkezzenek, vagy akár ők is úgy érezzék, hogy hát amúgy nem is tud semmit Lawson. Akkor inkább sem. Jövőre. Hát vagy esetleg Ibasza, igen. Bár nem tudom, mivel én nem nagyon nézek kisebb formula kategóriákat így. Itt annyira nem érzem, nem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz pilóta. Nem, hogy jó pilóta F-Forma 2-ben, olyasmi, mint Tsunoda, hozzá hasonló egyébként. Ilyen, egy szint. Lehet néha erősebb benne, de ilyen egyforma összességében. Aha, hát akkor simán lehetne akár erős. Bár nem tudom, én nekem valami miatt, mert szimpatikus volt úgy első látásra, én Dennis Haugert nézném még meg így F1-be, hogy menne, de nem tudom, hogy ő például most hogy teljesít az F2-be is. Ja, hogyha nem lenne bal szerencsés, sokszor jól menni. Mert én például ugye most az F1-23-ban, My Team-ben ugye őt igazoltam le csapattársnak, és ővel akarok az... hogy vele akarom azt elérni, hogy meghagyni a csapatba, akár második szezonra is, hogy őt minél jobban felfejleszteni, hogy valami erős pilóta legyen. És na, hát én belül a prioritás, akit próbálok minél fentebb húzni. Na, örülök neki akkor, hogyha így jövesz, hogy jól teljesít. Hát akkor
akkor már meg is van, úgyis az Alfa Taurinál névváltoztatás kell, akkor leigazolják Iwasát, lesz két japán pilóta, és akkor adnak a csapatnak valami japános nevet. Mondjuk az jól néz neki. Legyen japán festése, két japán pilótával. Így van, azt amúgy én is adnám. Azaz világ, Honda Racing Team. Mehet is. Understood, stopping this lap. Látom, Russell McQueen-t jól elszórakoztatják egymást. Jó.
és csat közületek, ki az, aki volt már nyaralni, vagy ki az, aki még tervez a nyáron menni valamerre. Hoppácska! Zsántott! Na! Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Thomas Marci. Na, helyes, Milán, helyes. Az kell is. Hát nyilván igen, a jószágokat ilyenkor nem lehet csak úgy magukra hagyni. In the next two laps, please. Ez egy szépen követés Messi Hamilton. Messi Hamilton. Most az a fiatal ember neve. Érdekes, nem azt mondom én. Két kedvencét belerakta egy népbe. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Jó éjszaka. Jó éjszaka. Én Milán 26-ától augusztus 2-a környékéig leszek majd Gödöllőn. Mint ahogy ugye a korábbi években is, aztán ott vigyázok majd a házra. Hát valószínű Márcsivel együtt, meg talán Cornéllel, de ez még kérdéses. Akkor, amikor ott leszek, akkor az egyik nap megyünk állatkertbe, úgy beszéltük Misiékkel, ott a budapesti állatkertbe, és aztán így nagyjából szerintem ennyi. Majd max, hogyha ugye visszajöttem augusztus 2-án, akkor
utána még 3-án, 4-én, meg aztán a héten végig még a szabadságon leszek. Aztán valószínűleg akkor majd így napközben, menet közben is majd igyekszek live-okat pótolni, mert az a baj, hogy utána számolgattam, meg gondolkodtam itt a dolgoknak is. Kurva sok játék lenne, amivel kéne játszanom és haladnom streambe. Úgyhogy nem tudom, valahogy próbálom összekapni magamat, vagy esetleg azon gondolkoztam, hogy melyik olyan játék legyen, amit esetleg mégse folytatok, vagy mégse játszok. Nem tudom, eléggé elgondolkoztam, hogy az F1 2014-es Ferrari-s karriert azt hagyjam inkább a picsába. És amik eddig lementek belőle, azt lepriváltalom és kész. Ezen még gondolkozok. Aztán majd kiderül. Dani, te hova mész nyaralni, hogyha mész valahova? Milán kérdezi? Hát nem tudok menni nyaralni, mivel 2 hónap múlva leszek szabadságon legközelebb. Hát, mondjuk igen. Úgy akkor nehéz. Nem tudok menni sajnos. De hát tudnék is, nem, nincs hova jelenleg. Aha. Hát akkor majd nyaralsz a gép elő. Igen, meg a munkája. Csövele. Ez az. Na, Sényi, hogy ennyit mész Szoboszlóra. Na, a szoboszlói strandra, vagy dolgozni oda. Mert azt hiszem 16 vagy, akkor diák munkát már amúgy vállalhatnám úgyis, na? Persze, Marci, mindenki. Nem, szerintem azt a F1 15-ös kópot, azt meghagyom Max Leónak, meg Agentnek. Akkor szeretnél, mert az F1 14-je. Az. De a 15-es játékon belül, vagy a 14-es játéka? Hát egyértelmű, hogy a 14-es sem egyértelmű. Egyértelmű. Valahogy kerítek rá, kórolok rá is, akkor meg. Ne figyelj, fejezzük be ezt az F1 20-as kópot, aztán már. Azt úgy mondom. Vagy vedd meg az F1 13-at 70 ezer forintért, jó lesz. Aha, meg a baj, az... Honnan szügyek annyi pénzt? Hát dolgozzál sokat. Hát ez egy dolog. Nyilván nem arra költeni. Na, szép. Annyiért ingyen van, Kristóf? Hát én is így gondolom, nem tudom, Dani, mit ellenkezik itt. Tehát 70 ezer forint, tehát az semmi. De kócsó. Így is van, ami. Én is szeretem. Szevasz, Kristóf. Ja, értem, Sanyi. Akkor nem tudom, melyre elkezd annyit Szoboszlóra, de remélem, semmi probléma. Vagy nem probléma miatt. Ám az a baj, hogy ilyen F1 15-ös kópra egyszerűen nem tudok már szerintem hol helyet szorítani, hogy lehessen azzal is haladni, mert tényleg rengeteg minden van, amivel kéne, mert amúgy pont összeírtam azt hiszem Leónak a csetjén, hogy ugye ott lenne az F1 14-es játékkal a Ferrari-s karrier, ott van az F1 17-es játékkal a YouTuber kóp, itt van a 20-as játékkal Danival a kóp, ott van a 23-as játékban Máróval a kóp, 23-as játékkal a saját karrierem, Assetto Corsában ott van a 2005-ös Forma 1-es bajnokság, ott lenne még amúgy a The Walking Dead végijátszás is, és ez ahogy így számolom már 8-féle játék, meg sorozat, úgymond, amivel haladni kéne. Emellé még egy F1 15-et szerintem nem fog tudni besűríteni. Mert még egy F1 13-ot, meg egy 16-ot is mellé pluszba. Persze, mindenképp. A 16-ot főleg a tankaival. Az a legjobb. Jobban szitnám. Az az, Kristóf. Csak hát... jó, nem... geciskedésben mondom, de Leóval ellentétben én ezeket igyekszem is befejezni. De még ott van a 18-as kupatillával, az is ott van még. Hát jó, de... azt szerintem tudjuk, mindketten tudjuk, hogy ennek mi lesz a sorsa. Így van, szerintem az lehet, hogy az így be is fejeződik. Szerintem az is arra a sorsa fog jutni, hogy majd privát alap. Hát lehet tényleg, csak nem akarok én senki munkásságába bele szólni, hogy most ki mit csinál, vagy mit nem. De tény, hogy azokat én szeretném is befejezni, amiket így elkezdtem. Például az Assetto Corsát már a héten egyszer már ki is próbáltam, hogy milyen lesz Brands Hatch. Kurva jó lesz, mert az összesei kiüti egymást a faszba.
Ja, ez teljesen jó. Úgyhogy jó munka lesz. Jó lesz. Mert amúgy gondolkoztam a tegnapi nap, hogy live-ozzam, de annyira szar kedvem volt tegnap, hogy inkább nem ültem így kamera elé, meg stream elé, úgyhogy inkább hagytam. Nyilván ennyi futós sorozattal nem lenne akkor gond, hogyha full time-ba tudnám ezt streamelni. Nem az lenne, hogy néha is ugye, és hát nem az, hogy néha, nem ugye kell dolgozni is mellette. Ha nem kéne dolgozni, akkor nyilván délelőtt egyik, délután másik, estére harmadik, vagy mit tudom én, és akkor úgy szépen lehetne vele sokat haladni. De így munka mellett nehéz. 10 óra 8-tól elkezdett, és akkor tart este 8-ig, mint így. Így van. Valami fiatal ember, nem tudom, hogy ilyet próbálom. Csak streamen. Nyilván úgy sokkal könnyebb lenne, de ebből kell kihozni, amit lehet. Mert ugye a munkába is ugye nem lehet előre tudni, hogy melyik nap lesz nagyon fárasztó, meg melyik nap. Szavasz, Ádám! Ádám bátyám, miért nem Imolában vagy? Miért nem versenyzel már ház, karrier, Aston Martin ház, mit tudom én? Menni kell megint csalni a box utcába, mert gyorsan hajtasz. Az minden csak úgy tűnt, hogy jó kedvem van elhatala. Hanem amikor az emberek jól el tudják rejteni az érzéseiket, néha nekem is sikerül, de legtöbbször nem. Nekem is szokott ilyen lenni. Egy sokszor valamikor lehet boldognak tűnünk, de legbelül érzem, hogy na, most inkább nem. Ja, persze. Na, helyes Ádám, legyen is live, mert akkor nem tudok itt berédelni, hogyha nem live-ozol, mire mi végzünk. Így is van. Csak sikerült kitörni ezt a kereket. Azaz. Dani, most boldog vagy? Én nem. Ja, már Ádám kérdezte. Ajjaj, úristen. Főleg, amit meséltem neked, azok után szerintem... Ja, hát igen. Sanyi, az nem rajtunk múlt, az... Azt a tillát kell megkérdezni, hogy miért alakult úgy, ahogy. Majd ő neked erre megmondja a választ. Jó, amúgy én is sajnálom amúgy Sanyi, meg tényleg, hogy Attila így ennyire eltűnt. Jó ideje, de ez az ő dolga. Így van, Kristófnak igaza van. Ádám, nem akarod, hogy szomorú legyek, nem tudlak berédelni, ugye? Nem akarod szegény nézőket azzal elszomorítani, hogy nem tudnak csatornapontot kapni azért, mert raid által átmennek hozzád, ugye? Nem akarok nyomást helyezni rád, Ádám, de na, azért lájózni kéne majd. Kb. Egy óra múlva. Nem tudom, Sanyi, mert nem beszéltem Attilával azóta, mióta megkérdeztem tőle, hogy mi a fasz baja van. Amúgy azóta nagyon nem is láttam, de itt volna. De szerintem csak... elfoglalt is, dolgozik is. Nem biztos, hogy annyit van gép előtt. Úgyhogy nem tudom, hogy mi történt Attilával, de azért bízom benne, hogy egyszer azért vissza fog tudni jönni, úgymond. De például ott van Discordon, kérdezte amúgy, hogy Dövrizzel is akkor most mi lett, vagy tényleg ki lett a baszva Ricardoját, úgyhogy él, meg biztos el van, csak kicsit jobban el van tűnve az internetről. Így van, Ádám, akkor végeztünk, örökké kibannolnak innen is, a Discordomról is, a Discordodról is lelépek, a Twitchedet reportolom, meg mit tudom én. Twitchedet reportolom. A YouTube-odat is reportolom, írok a supportnak. Hogy Ándiból 51 egy hacker csaló. Így van. Köszönöm szépen a követést, Novan New. Ez a I am. Nem tudom, hogy kell kérdezni pontosan, bocsánat. De nem tudom, hogy ki vagy.
Valami olyasmit jelent már, azt hiszem. Most az egyszer elnézzük. Így van, Milán, örihari. Á, Erik. Akkor szia, Erik. Akkor könnyebb, hogyha azt mondom. Na, nézzük, Q1. Danit mennyire kell elpicsázni. Jöhet. A plusz. Paha, 6 másodperc. Várok. Jó, hogy megnéztem, hogy elsőbe ilyen a lampa. Amúgy igen. Ez neked legalább előny. Hát előny, hát kontrollerrel nagyon nem előny, inkább átrá az első. Szavasz meg az. Hát azon közelebb lennék. Most ez... Jelvon. Jó lesz. De csak majd annyit hallasz, hogy négysz. Azaz. Amikor lehet én is négyszerni fogok, mert most a vonalat kikapcsoltam és nem mindig tudom hol kell fékezni. Hogyha vonalat használsz, akkor egy rossz ember vagyunk, nem? Így van. Mi az, hogy ennyi éve fegyezés után még használod azt a szart? Amúgy én is használom, de... Én is használom. Én nem azért nem... Vagy, na, nem azért használom, mert nem tudom, hogy hogy kell menni, vagy hol kell fékezni, vagy ilyenek, csak ugye streamelés közben, hogyha chatet is olvas az ember, nem biztos, hogy arra fog figyelgetni, hogy amúgy most hol kell pontosan fékezni. De most kivételesen kikapcsoltam a vonalat, mert miért nem? Mert nyomsz egy máró paktot. Azaz. Így van, Kristóf, Dani is kapcsolja ki. Sőt, Dani az összes többi asszisztot is kapcsolja ki. Hogy legyen kis előny. Hát amúgy Kristóf, igen, hát, de figyelj, ha úgyis csaló Mercedes-szel mondani, akkor igazából minden asszisztot használtam, amit akar. Illegális TC miatt majd felnyomom a szezon végén, és akkor majd kizárják. Illegális TC. Hát miért? Illegális a traction control használata? Illegális fejű. Miért, Ádám, miért ismerne meg téged, Dani? Vagy ezt kinek írtad? Vagy hogy van az? Mintha nem találkoztunk volna Ádival egyébként. Így van, mintha a Bakuin egy ilyen is nem lettetek volna fent a Discordon Nikolásszal együtt. Nem is voltunk mi ott egyébként. Csak illúzió. Illúzió, így van. Nem akkor volt az, mikor csak folyamatosan nyomta és nyomta a szöveget, aztán után? Az volt. Hát, de amikor ott a izét beszéltük, hogy Vettel mint Red Bull csapat főnök, meg Raikkonen, meg Rosberg, meg mit tudom én. Hát igen. Na, Ádám. A Stadalax mellé majd egy kis világított szedjél még be. Meg egy kis lóhere kivonatot. És akkor az ilyen nagy serkentő. Tadalaxi elmentem, mi volt? Azaz. Hát tegnap is előjött a altató mellé kettős Tadalax. Azaz, Stadalax My Team. Tényleg ilyen kéne az Alfa Taurinak, hogy mi lenne akkor, hogyha az új nevük Stadalax Team lenne. Vagy a Stadalaxot, mint főszponzor. Így van. És akkor a pilóták is Stadalax ruhában lennének. De jól néznének ki. Nagyon.
Kell egy Photoshop Meister, aki átphotoshopolja az Alfa Tauri ruhást a Lux ruhára. Így is. Olyan rossz amúgy, hogy nem szélesítenek ennek a pályának a box utcája, hogy többen lehessen menni, mint 60. Ah, Istenem, de hülye vagy. A retire helyett a Quit to Main menüre mentem. Aha. Na, de ügyes vagyok. Esküdöm vagyok fáradt. Esküdöm vagyok fáradt. Te ilyenkor még benne vagy a ligába, ugye? Nem, engem is kidobott. Ja, akkor jó. Hát akkor a Q1-et újra futjuk. De ugye te vagy a host. Így. Ja, az jó. Jó, a lobbyban benne vagyok. Na hát akkor egy Q1-et újra futunk gyorsan. Sorry, Dan. Nem baj, de pont akkor fejeztem be a kör, pont. De jó is jött, nem lett olyan jó kör. Én megnéztem, hogy hát 4/10 előnyöm van úgyis Norrishoz képest. Hát akkor visszavonulok. Ah, Quit to Main menni. Akkor mehet is a grip. Persze, mehet. Látni akarom. Avagy te Adam F12, a billentyűzet úgy el van dugva ilyenkor a kormány alá mögé, hogy a faszom se nyúlk el. Főleg úgy, hogy nekem F gombjaim sincsenek, csak hogyha billentyű kombinációval használ. Nem, te vagy itt a nagy Steam fotókreátor emberke. Azt akartam most mondani, pont. Rám kellett volna, hogy elmegy az eső. Én is azért megnéztem biztosan, hogy biztos hát, hogyha nem esik. Na hát akkor mehet újra. All set. Everyone clear. Car to track. Ilyen reggel 9 óra körül, Ádám. Akkor dörgött egy nagyot az ég, aztán azt mondta, hogy ha, én most elkezdek szakadni. Aztán leszakadt az ég, nagyjából egy 10 percig, 15-ig maximum, aztán legalább jó párás kurva meleg le. Ó, köszönöm szépen, Milán, majd meg sem magadhatod a fejemet. Akkor menjél Raikőnem, vagy Giovinazzi? Igen, a setup az maradt. Egy dolgot említem. Szegény meccs. Jelag szegény
valami hülye beém jön. Egymás mellett mennünk el a Hamilton és Verstappen kanyarba. Úristen. Kicsi szállás. Hát Ádám, hát attól függ, hogy mi számít simán a kibalába. De amúgy simán szar lesz, ne aggódj. Nem, amúgy sprintfutamos. Úgy emlékszem, sprintfutamos hétvégés. Ádiből jött fel, te eddítottad az F23. Így van. Úgyhogy nem Ádám, szerintem az sprintfutamos hétvége. Lett volna. Igen, az lett volna. Meg ugye ott lett volna az a csodálatos idejű mérőformátum, hogy Q1 hard gumi, Q2 medium, Q3 meg lágy gumi. De az végül Silverstone-ba se volt, nem? Nem volt, de szerintem az csak a sprint végére vonatkozik. Hát, azt mondjuk lehet. Majd idébe kiderül Belgiumba. Ott lesz el közelem. Igen. Jaj, szegény Ádám, el fog menni a kedve az F1-es lányozástól. Így, hogy mondtuk, hogy sprintfutamos lesz. Jaj, szegény Ádám. Szegény Ádám. Sajnálom. Majd két gyors kör között meg sajnálom. Szegény Ádám. Szegény Filó. Szegény. Hát, hogyha nem mondjuk meg neki, hogy sprintfutamos hétvég, akkor egész végig ezen filózott volna. Filó, filózgató. Jaj! Gyere! Gyere, nyugodt a szívem! Neved le itt egy szopon. Úha! Dani-ba beindult valami? Nem mindig. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Na most, hogyha beérek a boxba, és jó előnyöm lesz, akkor igyekszek nem return to main menüt nyomni. Majd nem azt nyomtam. Kiesek így jártam. Te kiesni? Hát alázod a mezőt, nem úgy van? Nem nagyon, jobb a szület kapott tőle. Nem szeretni eme pálya. Eme pálya lenni legjobb. 18-as kúp és megvettem kúpolva. Időmérőn volt futamon is. Á, dehogy is. Micsoda? A 18-as kúpos futamon? Igen. Hogy a faszban, amikor te nyerted meg? Hát de kilöpött téged a tűzben. Hát de te nyerted meg? Hát de hát. De te nyerted meg? Toretto is megmondta. Mindegy, hogy egy centivel vagy egy méterre nyersz. Ha nyersz, nyersz. Meg most légy szíves, nyomd meg a... Return to main menüt. Menüt. Azt igen, azt. Hoppá, Sebastian Glettel, 5 pozíció. Mi az a 25-8? Én tudom. Csak 1,8-at. Ú, Dani majdnem kiesett. Hoppá. Adta volna az Isten. Hát, de Dani lehet, nem lesz Q3-as. De érdekes lenne. De kell lenne értem, nagyon. Ennyi, nálam még éppen csak betöltött a játék, de már hallom, hogy indítsák mellettem a motort. Igen. Sebastian szedte a gurulki. Checks complete. We're ready. Fair enough. Az igen, először megmutatták a korlátot, aztán rámentek fette a kamerára. Zseniel. Hát már remélem, a korlátok nem megnézted jó elhaggesztés.
most a zászlókat mutatták, aztán egy ilyen kis troll a magukból. Jó, tetszik. Médium keverék. Érdekes. Érdekes ez a János. Én sose. Akkor azt akartad, hogy mondod, hogy egy lassú szart, igaz? Nem. Csak hogy nem vagyok érdekes. Ha érdekes lennék, akkor többen néznének. Én sose vagyok érdekes. De igen. Hát amúgy igen, Sanyi. Az sose járt, hogyha izgalmas a csata. De mondjuk az F1 12-es kóba is ott a szezon közepe környékén volt az, hogy Dennynek volt rengeteg pekhes szituációja, én meg ott sokszor előrébb tudtam végezni. Hát itt ilyen nem lesz. Ja, hát igen, itt nem fog Dani hibázni. Nem azt mondanám, hogy te nem fogsz hibázni. Ja? Ó, majd ne aggódj, majd megoldom, hogy izgalmas legyen a bajnokság. Majd manipuláljuk az eredményeket. Életed, mi ránézel a másodlagos monitorra, azt akkor hozzájössz a korváthoz. Így van. Véletlen volt, hogy ott hagyom a kerekemet. Az. Vagy véletlenül elfelejtem, hogy nem is mentem gyorskört és úgy retire-ezek. Olyan nem. Onnan is megnyernék, szóval minden. Ha ez legyen a következő kihívás, jó van? Nem. Last to first challenge. Jó van, oké, de nem rendben. Nem mondtam. Ha ezt szeretnétek, hát legyen last to first challenge. Magyarországon mehet is. A túl se lehet előzni. De hogy nem. Még Red Bull. Közelít. Ó, micsoda szél árnyékozás van itt. Látom, nagyon. Az ex. Ex. Szél árnyék. Lassú szar vagyok. Ez a spanolt fel magad, hogy pole pozíciót legyen. Nem lesz egy pole pozíció, nem értelek ennél. Ausztriában is hallottam egy ilyen hasonló szöveget. Jó volt, az Ausztriában volt, mert ott szeretem azt a pályát. Ezt is szereted, csak nem tudod. Mi szeretem. Hoppá, Maximilian Verstappen, ott van a második helyen, médium gumival ő is. Box this lap, box this lap, box box box. Fuel now. The tank is empty. Szia. Viszle. Kölcsön árnyék visszajár. Ez a jó körülmény itt. Hopp, egy Ferrari Sellerről lábat elvitta. Ja, az...
Hopp, ott volt egy kis kavicsány. Micsoda megérkezés, azt a mindenit, nagyon tetszett. Mm-hmm. Hoppá, Lando Norris medium gumival, Q3. Viszont kiesett de. Sainz, Leclerc, Gasly, Raikkonen és Ocon. Mm. Na, váltam, hogy kiesse. Mm. Jó időt mentél te ahhoz. Egy is tesz összerakom, a kettes, ez labic. Borzalmas. Borzalmas, hogy szart. Ja, hát a magot bekedsz rész amúgy is szar, nem? Hát igen, ezért szar, hogy meleg van. Ausztriában is izzadtam az egész utamot. Úgyhogy nem is jól kell nyomni. Hú, én azért izzadtam le nagyon, amikor vettem a Steamen egy gokártos játékot, a Kartcraft a neve. És abban olyan kurva erős olyan force feedback is, meg annyira jól meg van csinálva úgymond az irányítása. Hogy én azon, nem tudom, a pólóm is teljesen átízett, szerintem ott egy fél kilót biztos fogytam azzal.
Így van, Sanyi Gokart. Meg Gokart. Nem tudom, melyik a helyesebb kiejtés. De igen, vettem egy ilyen gokártos játékot, és azzal játszottam valamennyit. Gondolkoztam, hogy streambe is megnézni egyszer, hogy milyen, csak hát azért nem nincsen túlzásban vívve a dolog, mert max tudsz ugye time trialozni, tudsz practice-elni, tudsz versenyt menni AI ellen, aminél azt hiszem talán médiumait is, nem, vagy a médiumait sem tudtam elverni, hanem ilyen, nem tudom, középmezőnyben vagy utolsó helyen végeztem. Meg a multi is annyiban merül ki, hogy bemehetsz, mit tudom, egy 5 vagy 10 perces ilyen practice-re, és akkor ott azért megnézheted, hogy mennyire vagy gyors, azt annyi. De például néztem egyszer hétköznaponként, nem is volt szerver. Egy hétköznapra beállítva. De amúgy jó játéknak tűnt. Már tényleg tök jó benne vezetni a gokártot, csak nehéz. Fastest lap ora? Currently the fastest lap is a 1:25.7. Hoppa, Dániel megérkezett. Na, megint előttem a Ferrari-t. Hopp, letörtem a kerekét. Fettelnek a bal első kerekét, kitörtem a felfüggesztést, nem tud indulni tovább. Jaj, szegény. Sajnálom. Hát én is. Legény Sebastian. Szegény. Meg hát ugyan szegény Mercs. Jaj, Szegény Mercs. Szegény Ádám. Szegény Ádi boy. 50. 55. Our best lap so far is a 1:28.9. Aha. Aha. Nagyon durva. Nagyon. Ha megszakadok, se tudok olyan kiötélni. Még igen, Hamiltonnak az a 25 hét, az elég durva. Levonjuk a gumit, de talán megfogják. Hát, mindjárt kiderül. Én örülök, ha Norris meg tud venni. Nem lefigyedül.
you've only got 2 laps of fuel left. Lilla lett mind a 3 szektorom, de így is csak második vagyok. Azt nem tudom, hogy hoztam össze. Ja, gondolom a 6-hoz mérte. Lehet, nem tudom. Nem osztom. Ajjaj, Hamilton el fog picsázni. Szerintem megosztva kell Csepelnek a kijáratánál. Buktam el azt a 67 ezredet, amivel előttem a Hamilton. Az lehet. Ott egy kicsit szar volt a kijárat. Na se baj. Majd Dániel úgyis pole pozíciós lesz. Én biztos vagyok. Azt most mondom. Hát másfél másodpercet tudok javítani, akkor én megeszem a kalapomat. Most viszont. Na, majd akkor jött róla a YouTube videó. De az nem lesz. Csak egy hasonlat volt. Akkor majd csináltatok neked egy kalaptortát is megeheted. Köszi. Jaj. Na te srácok, elhiszitek Daninek, hogy nem lesz pole pozíciós? Vagy altat a fiú? Amúgy őszintén szóval szerintem nem altat, de hát ha képes lesz egy pole pozícióra. Úgy legyen, srácok. Eddig 6 tizedes javításban mondani. Hamilton még javított. Egy egész 1 tizedes javítás Daninál. Mivel van elmaradva? Hát 1,7-tel, úgyhogy itt a harmadik szektorba kéne találni még 6 tizedet helyet. Meglátjuk.
én nem. Nem baj, Dani, szép volt, ügyes voltál. Egyedi. Ezt a fel is előttem végül. Így van. Nem, nem sokkal amúgy. Lehet, hogy amit mondtál, ugye pont a Verstappen Hamilton kanyarnál ott, hogyha jól jön ki, akkor nem, nincs gond. Nem tudom. Hát ez az első setup nem olyan jó szárazó. Hát az mondjuk lehet. Na, én viszont elugrok most dolgom, majd nem sok eljön. Okay. Na, itt vagyok. Ufa. Nem gondoltam, hogy ennyire hamar be fog öblögetni az intermédiátes eső. Hát az így meglászva, mert lágyat is megértem volna rajta, hogy egyébként. Amúgy igen, én is úgy gondolom, hogy szerintem lágyat, lágyabban jártam volna így. Már nem úgy nézem, hogy be van borulva, á most. Igen. Á, hát nagyjából ott a 7.-8. kör környékétől, vagy 10. körtől már nem úgy lehet, hogy esni fog. Na, majd kiderül. Jó, én készen állok. Lennart? Így van, mozgass meg a picsádat, nehogy elfáradjon, elnyomódjon. Egy kis ivás, evés. Már most fáj. Akkor még most fáj. Főleg a lábom. Az aztán, az tényleg fel. Látod, még ezért szerencsé, hogy nincs kormányod és kontrollerrel kell nyomnod a gázt is. Az menne. Gáznyomás, váltás már kevésbé. Right, let's get the car up to temperature on this lab. We're learning the gears, so go. Na majd Dani így fog lerajtolni minket. Bárcsak. Jó is lenne.
Mi történt? Hát lehet, hogy nagy volt a gáz, aztán megnéztem, hogy itt a bukótérnél amúgy jól vágták el a füvet, vagy sem. Ja. És? Jól vágták be? Hát volt egy pár szál, ami ott maradt, úgyhogy ezt segítettem nekik levágni. Nem ő rendes fiatal ember vagy. Hát ott segítek, ahol tudok. Gyakorlom addig, hogyan kell kívülről előzni. Például az esőjelért harcoló nem ért onnan, igaz? Így van, meg a Dániellel. Én nem fogok harcolni. Ja, te hogy annyira elől lesz, hogy még harcolna se kell, de durva. Ami hátul leszek a 20. elmű, utána összetörtem az esőbe. Na szép. Hát van. Még nekem is esőben vonal nélkül majd izgalmas lesz mondva. Montreában is azért azt furcsáltam, hogy nem dobtam el. Egyébként. Mondjuk igen. Az a baj, hogy ott nagyon egyenesen volt állítva az autó, az kigyorsítás egyszerűen nem lehet. Nem lehet gyorsítani. Igen, szar volt. Hát csak elkaptak. Köszi szépen, Milán, a sok siker kívánást. Hát nekem is ott az összes gumim nagyon elkapott amúgy. Már így is jó, nyilván kigyorsításokon csúszkáltam ott mögötted. Ugye próbáltam valahogy nyomni, hogy kigyorsításon, hát ha le tudlak gyorsulni vagy valami, de hát gyenge ez a Red Bull motor, meg hát én is egy szar vagyok. Ja igen, te vagy szar. De főleg az, hogy én vagyok szar, így van. Köszi szépen, Kristóf. Na, sok sikert, Dani, törésmentes futamat. Neked is. Thank you, very amacska. Az igen. Jó, elveszem. De Norris... Ultra brutálisat rajtol. Még kis autak a lámpák, de már rajtol. Ja, az úgy jó. Oké, itt a médium gumi van az első, na most megkijáltam. Az igen, az megy a buli. 2021 inkom. Bárcsak. Jöhet, mehet. Majd zárom a belső ívet, hogy ne rakja be Hamilton. Azért is befogja, mondom, berakja azért. Keep pushing, let's capitalize on that first lap. Nem elvette. Csak élőben ilyen agresszív. Jó, tudom, csak ilyen szélesítem. Hát most kivételesen szélesre csúsztam ilyen. Igen. Ugye ilyenkor rossz, hogy a vonal nincs bekapcsolva, és nem tudom, hogy mikor kell elvenni a gázt. Vagy beleemelni egy kicsit. Ahhoz képest, hogy átmentem egyenesen a begőt, eddig elején nem kaptam volna. Addig örüljél. Hát de esőben meg lesz. De hogyha szeretnéd, adhatok a következő futamra egy pár helyes rajtbüntetést. Nem kell, köszönöm. Ne, nézzétek meg. A rajtbüntetés nem fog egy jelle, Dániel. Ja, hát meg hát, tényleg, hát én hülye. Hát Kristóf megírta, hát Mercedes-e persze nem kapsz warningot. Bár csak illen. Hamilton szerintem most kapja a angol boostot. Szerintem Norris is azért van ott mögötted. Azért már ő azért leszakadt. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Ja, nézem. Nem adom magam olyan könnyen Hamiltonka.
can now use DRS. DRS now available. Ja, Gergő? Kíváncsi leszek, elkezdem majd lemaradni. Első két körben itt is brutálisan OP, zajik. Elkezdem majd lemaradni rólad. Szerintem nem. De így tudom magam tartani másfél szekre, hogy csatáztok, amúgy... De már régen ott lenne elő. Most 4 tizeddel ment gyorsabb, vagy százeddel ment gyorsabbat, mint én. Jó, neki van DRS is. Nincs van, úgyhogy ahhoz képest ez nem is olyan rossz. 31-et jöttél? Igen. 3-10. Jó, ahhoz képest még tűrhetik. Teljesen jó. Esik. Már most. Az autón láttam vízcseppeket. Meg most már a kamera is vizesedik. Jó, most már látom én is. Igen, miért tudnunk ultra-brutális kigyorsításai lesz. Látom előre. Aztán még azt mondta, hogy takarodjak már, arrébb azt még rám húzta egy kicsit. Vagy én húztam rá, már most tudom. Set intermedium tires. Confirming that we'll be fitting the intermediate tires. What a bot le. Nagyobb tele. Azaz. Így van, Gergő, ide hoztad az esőt. Nem akart egy kicsit később jönni? Szegény Daninak annyira nem tesz jót az eső. Gyorsítás az nem vicces szikumi van. Igen, most nekem is az lesz, hogy így vonal nélkül nem látom, hogy mikor kellene jobban elvenni a gázt. A new strategy is available on the MFD. Aha. Ötödik, már most mondja az Intel. Nem lehet volna hülyeségbe érni a bózba. Na jó. Szerintem ez vet is lesz. Biztos, hogy lesz. Mert azt mondja, hogy két darab intert kéne feltenni. Kapásból. És hogy... hát nem fordul le. Nekem meg kéne maradni. Igen, most azt próbáltam, hogy esetleg Hamiltont lassítani, hogy utol tud érni, de annyit nem tudtunk lassulni. Itt. Hát Gergő, sajnos nem tudtam, hogy jössze vagy nem jössze, nem tudtam szólni, hogy most később gyere már. Hopp, egy ferdei szeretőt megint elütöttem. Azért vannak jó párán, akik tovább mentek.
Mert nem akartam behalni. Egy csomóan kijönnek elém. Zseniális. Ricardo vagyok kijelent, mikor Norris vagyok kijelent. Na majd most mehet a tapogatózás. Stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Yes. That makes you sick. More downforce. Understood, copy that. Én volna azt akartam. Adjust wing up. We'll make the changes to the front wing next time you're in. Front wing angle to +1, +1 now. Adjust front wing up. Confirmed. Moving the angle of the front wing to a +1 setup. Okay, the gap behind is 2.1 seconds. Ó, így kettőt növelt, hoppá. Change wing down. Moving you to a balanced downforce on your next stop. Ez balanced downforce, hagyjál már. Ugye, Kristóf? Gondoltam könnyebb, mint kiváltogatni nekem, hogy azért most növeljenek a szárnyam, vagy csökkentsenek. Csak nem tudtam, hogy van ez a parancs, ami nem szoktam használni. De lehet, hogy majd a 1-es szárny helyett egy 2-es nem állt majd, hogyha esetleg heavy rain-es lenne. Igen, Kristóf úgy írta a játék, hogy lesz heavy. Lehet. Weather report. Inters look like the best tire for now. Azt a Jeff, milyen kurva sok szöveget mondtál, de aranyos vagy. Mit mondod, hogy az Inter a legjobb? Így van, az Inter a legjobb. Akkor lehet, hogy lesz ugye? Weather forecast. Wet tires confirmed. Nem set full wet tires. Weather forecast. Weather report. Inters seem like the fastest tire for now. Ja, továbbra is azt mondja, hogy csak az Inter a legjobb. Set intermediates. Okay, we'll fit inters on your next stop. Na, hogy már vetes gumit rakjon fel, lehet, hogy mi azt nem fog kellene. Nyugodtan felrakod. Ja, jó. Megyek is. Okay. Sőt, felrakom a piros gumit, azt úgy hallottam, az a leggyorsabb esőben is. Ha 23-ról beszélnénk, akkor az nem. Thank you.
hullámosabb szárnya miatt nincs tempóban egyenesben. Én nem tudom, őszintén szóval én úgy vagyok vele, hogy az esős setupoknak ebben a játékban semmi értelme nincs. Csak én maga szárnyat, én csak annyit csináltam. Nem, mert milyen szárnyat van? Azt most tudod? Első az 5, levettem fel, az volt, csak szárazzal levettem, a hátsó az 8. Na, nekem egy 6-os szárny volt, majd hogyha kívül boxban, akkor lesz 2 6-os. Te Kristóf, matematikus vagy, hogy így kiszámoltad, hogy Verstappen 11. Úristen, már 10. Úristen, 1 pont. Úristen. Úristen. Na, én azért majd szólok Helmutnak, hogy következő nagy díj előtt ugye már ki Verstappent, mert ez nem teljesítmény, amit ő hoz. Weather report. Heavy rain to stay a while. Doesn't look like it's moving anytime soon. Inters look like the best tire for now. Ja, ez már a heavy rain. Ez már heavy rain. Ez már heavy rain. Nem tűnt, nem tűnt annak. És továbbra is az Inter gumi a legjobb. Lehet, hogy heavy rain lesz, az Inter a legjobb. Ez kis ütvénytet volt. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. És milyen fékezni vonal nélkül? Nagyon szuper. Eddig igazából mindegyik féktávot eltaláltam, úgyhogy nem volt gond. Hát így ugye, hogy Assetto Corsában is, ugye, ahogy megyek a ligában, ott sincsen semmi vonal, meg ilyenek, így aránylag amúgy már meggyakoroltam sok pályán a féktávokat. Így szerencsére nincs gond vele. Ez a baj, hogy valami apró hibát vétek, Hamilton már egyből rajtam van. Nem hoztam rajta, nem egy furcsálat.
Hát mivel így marad az eső, szerintem a plusz egy pont, az biztos, hogy Hamiltonnál marad. Igen. We're leading our teammate by 20.2 seconds. Úristen, 20,2-re van lemarad a first lap. Még elég sok. Mondjuk furcsa, hogy nem bír meg előzni egy Racing Pointot, meg a két McLaren. Ott egy kicsit több volt a gáz. Don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Nem, még további 20 percig lesz ilyen heavy rain, úgyhogy az nem fog változni állítólag. Futom végig. Így van. Two laps until the pit window. You'll be on inters for the next stint. Be vagy te baszva, Jeff? Nem értem, de itt baszázok. Két kör múlva menjek boxba interje. Nekem? De szerintem végig tudok menni így a futamon. Ezzel lesz egy ilyen. Úgyhogy amúgy, hogyha viszont Hamilton kijön, az neked jó lehet. Én nem fogom, nekem nem fog kibírni szerintem. Ja, hát még akkor úgy van. Hanyadik körbe cseréltünk, ötödikbe? Ötödik vagy ha... Igen, ötödikbe. Most 33%-os. Abból első. Hát, igen, mi a... Szűkös. Hát, vagy akkor azt kell csinálnod, hogy... elévágás Hamiltonnak. Bár az a baj, nagyobb a távolság köztetek, mint egy elévágást úgy csinál. Nem tudom, hogy Hamilton végül kijön-e, vagy nem. Biztos, hogy ki fogja. Zajt mindig kijön. Nyomom az első, Jeff, ne pampognál. Kigyorsításkorom fogom nyomni. Ne, nekem is szólt már egy, használjam többet az overtake-et. Most volt, hogy egy körbe használtam, egyenesében elnyomtam szinte, azt a kör végén már nem is volt. Nem is lehet tudtam használni. Sok estől fogyott üzemanyag. Ja, hát igen. Azt elnéztem.
Rendben maradt, nyomva a zárszom. Na Hamilton, menjél innen? Fúj, rossz Hamilton, nem. Mit csinálna? Első kanyarba próbált megelőzni? Ja, mert nem nyomtad overtake-et, ő meg nyomja az overtake-et. Lehet, nem tudom. Nem kivételni, üzemanyaga van. Nyomhatja. Mindenki követ. Bejúlnak. Hát ez egy jó kérdés, Bence, de amúgy szerintem kéne, hogy aktiválható legyen. De nem tudom. Esetleg a Google-be utána kell néznem. Mert... hát hogyha azt nézem, hogy ugyanúgy Xbox eszköz mind a kettő, a One is, meg a Series S is, akkor kéne, hogy lehessen, de mivel az S az újabb konzol generáció, így szerintem nem fog mégsem működni a kulcs. Na szép Milán, mindig ellenem vagy, jó van. Olyan vagyok már, mint Verstappen, utáljátok, hogy mindig nyerek. És hogy van az? Mit értek? Hát Lewis Lucky. Ki akar löketni Milán Hamiltonnál? Hát nézd meg, és ilyen fiatal embernek adok moderátor jogot a csatornán. Hát hihetetlen. El kéne venni. Hát, ilyen nyomatizatok után én elvenném. Na jó, csak vicce. Imádsz ellenem lenni? Na jó van, Milán. Akkor bármikor játszunk olyan játékot, esetleg közösen, akkor mindig ellenem kell, hogy legyen, nem látunk egy csapatba, mert az már buz is. Így van, Kristóf? Hát na, nyilván azért a úgymond pénzt azt azért kell gyűjteni. Nyilván rám kell fogadni, de azért nem lenne baj, ha Hamilton kiütne. Vagy Kristóf, lehet az is, hogy Milánnak már annyira sok csatorna pontja van, hogy el akarja inkább már veszíteni, és azért akarja, hogy rám fogad, de aztán, hogy Hamilton kilökjön. Köszi, Bence, legalább te velem vagy. Hamilton box. Érdekes volt. Ugye hiszem, volt egy megcsúszás? Eddig egyszer sem. Nem baj, Dani, megfogtad az a lényeg. Meg kellett rántani. Láttam, hogy a bukótérbe jött vissza, de ilyenkor szerencsé, hogy nagy a bukótér. Weather report? Staying with us for a while now, at least a 20-minute window of heavy rain. Inters seem like the fastest tire for now. Továbbra is az Inter a legjobb, úgyhogy. Utána lesz áldás. Tudom, hogy mi lehet tali vagy csatorna pontokkal. Ide érzem a szagot. Csatorna pontok szagá. Érzem. Jó, még Dani is érzi. Friss, ropogós és sok. De milyen? Hard,
3 millió csatorna pontja van legalább, érzem. Már ennyi. Daninak még jobb az óra, mint az enyém is kiszagolja a pontszámot is. Hát, hogyha azt írtad a Leónak a Discordján is, akkor azt láttam, Bence. Ja. Hát, na. Ugye a karrierben a ghostingot azt nem lehet ki bekapcsolgatni. Úgyhogy nem csoda. Én nálam is my teambe, Azerbajdzsánba a futamon szakadt az eső. Heavy rain volt. És ott is volt a vártnál. Talán Science volt. Nem Science volt. Bottas volt az Alfa Romeo-val, aki keresztbe forgott. Megállt ugye ott a pálya közepén. Feltömörültek mögött az aik, de például a csapattársam Hauger, az már simán előrébb tudott menni, mert Ghostba átmentek az összes autó. És megelőzött, nem tudom, vagy 6-7 autót minimum. Meg Piastri is ugyanezt megcsinálta. Úgyhogy hát, na, ezért csodálatos, hogy a karrierben a ghostingot nem lehet ki bekapcsolni. Majd megnézem, Bence, hogyha még nem láttam. Micsoda, Milán? Azt mered állítani, hogy hazudunk mind a ketten Danival? Hát, hogy merészel? Szegény Danit is hazugnak beállítani. Hát sose szokta azt mondani, hogy szar, meg lassú, meg fos, meg... Sose szokta ilyet mondani, hogy nem lesz pole pozíció, és aztán mégis első. Nem tudom, milyen vádakról beszélünk itt most. Sem egyéb. Fogalmam sem. Szerintem egy másik személyről van szó. Lehet. Szegény Márcsi, biztos róla van szó. Szegény. Én elég hallottam a hangját. Szegény. Szívesen a kollától szorítanám egy TSB-be, ja? Mi? Húha! Csak nem tudjuk játszani, szomorú. Hát, maga a szamuráj is. Ja, igen, a szamuráj. Azt is rég hallottam. Hallgatnám újra. Na jó, az Bence. Én meg mivel Avatarnak a My Team-be hát most hogy mondjam úgy, hogy a Twitch-nek is jó legyen. N betűs bőrszínű fiatalembert használok. Ezért ugye a Kobe Motorsport lett a csapatneve, mint Kobe Bryant után ugye. Úgyhogy én most azt használom. De hát majd egyszer kell csinálni egy Stadalax Racing Teamet is. Az lenne jó, hogyha még egyszer megcsinálnák, hogy coop karrierbe kiválaszthasd, hogy már létező csapathoz akarsz menni, vagy my team-es coop karriert akarsz kezdeni. Azt nem tudom, miért nem rakták még bele. Biztos nem tudják, hogy a Ctrl-C után hova kell bemásolni Ctrl-V-vel. Túlságosan sok munka lenne. Így van. Nem közvedik annyit Hamilton, mint várta. Hát én is azért maradtam kint, aztán nem jöttem be boxba, mert a bal elsőm 40%-os, a többi meg ilyen 30 környéki, úgyhogy ezzel én már végigmegyek. A belső mondom. Csak a bal első 64. Jézusom. Nem, hogy Balázs egy defektet legyen a 24. körben. De szerintem ki fogja bírni át Mercedesbe, vagy ugye ők mindig csalnak. Meg hát egy gumimágus vagy, én úgy tudom. Igen, azért vagyok 25%-kal rosszabb gumim, mint te, az ugyanakkor jöttünk. Így van. Megbűvöled a gumit, hogy jobban kopjon, viszont ne durranjon ki. Hogy én is, Bence, a 2020-as játékot irányítás szempontjából amúgy szeretem.
Nem tudom, hogy multira amúgy már ez az alkalmasabb játék, vagy az F1 2017. De tény, hogy ez a játék amúgy jól sikerül. Ugye nyilván azért kellett az is, hogy Leclercék otthon üljenek, aztán ezzel meg a 19-el játszanak egy csomó. És hát a 19-el aztán gondolom lehet, hogy a Codemasters így, ha őrájuk legalább hallgatott. De amúgy mint a, azzal, aki amúgy mindegyik játékkal játszik, meg az e-sportolók, stb. Hát nyilván ők biztos nem értenek a játékhoz, így nem kell meghallgatni, hogy mit mondanának. Igen, Bence, azt a Steamről is amúgy levették. A F1 2021 az a játék, amitől kezdve meg lehet venni az F1-es játékokat, korábbiakat már nem lehet. Steamen. Vagyis hát Steamen sem. De szerintem azt kiszedték az Xbox-os store-okból is, meg a PlayStation-osból is. Amúgy mondta, hogy 10-15 perc múlva amúgy elkezd enyhülni. Szerintem ez még mindig heavy. Weather report? Forecast suggests the rain is going to be lightening up over the next 10 to 15 minutes or so. You should start finding more grip as we clear the standing water. Inters look like the best tire for now. Ja, most is azt mondta, hogy 10-15 perc múlva kezd el majd felszáradni. Vagyis hát nem felszáradni, hanem enyhülni az esély. Valószínű, hogy igen, Bence. Hát, ha valaki, nem tudom, Codemasterstől, EA-től, vagy valami nagyobb hatalomtól szólna ezeknek a hülyéknek, hogy amúgy jó lenne most már valami új grafikai motort tenni a játék alá, és akkor legalább teljesen előről tudnák kezdeni az egészet. Mert szerintem a mostani 23-as játékban is azért van az, hogy hiába patchelik azt, hogy mit tudom én, elmenjem melletted az ahhoz időmérőn melletted, de mégsem megy el, mert már egymással van pakolgatva az összes szarfáj. Igen, Lotus mappák, ilyenek. Így van, hát a 2015-ös játék óta van Lotus, meg Tororoso, meg Force India. Szerintem már lassan amúgy ők se fogják tudni, hogy most melyik fájl az, ami régi játékban van, meg melyik, ami az újhoz kéne. Hát, ahhoz képest, hogy ugye 2020-as játék amúgy sok. Érte az a 11.000 forint, de talán azt mondom, hogy talán megéri érte. Na, mert tényleg a 20-es játék az nem sikerült olyan rosszul végül. Nyilván az elején voltak ebbe is szarsága. Hopp, Giovinazzi elfüstöl. Okay, clear. Azt hittem már Hamilton. Mi csinálsz? Póklászik össze-vissza a pályán. Hát húzta volna rá, mondom a gyárba. Szív megállt benne. Szerintem kicsit se lett-e volna ideges, hogyha Giovinazzi miatt kiesel.
most kockáztatok, most vagy bejön, vagy nem, harmadik, úgyis lehetek. Meg tudom szerzni. Mert 44 másodperc elején van, hogy csak hát Milán, az a baj, hogy ha a Sony kapná meg a jogokat az F1-hez, de ugyanúgy, mint az EA, hogy igazából csak egy ilyen, hoppá, Gasly is kiesett közben, hogy csak a nevét adja hozzá, meg ő kapja a pénzt egy bizonyos részét, de ugyanúgy Codemasters fejleszti, akkor teljesen tök mindegy, hogy most a Sony kapná el meg, vagy sem. Ameddig nem azt a csapatot váltják le, aki a játékot magát programozza, addig igazából tök mindegy, hogy kihez kerül. Mert most az EA-né is azért csak az EA Sportsnál van, akik ugye a F1 Challenge-eket azért csak ismerték, meg tudták. Meg ugye a Sony is 2000 Championship Edition-ben is ugyanúgy van EA benne. Úgyhogy nekik is kéne tudni, csak nyilván nem ők fejlesztik a játékot, hanem ők csak egy név mögötte. Hát úgy, hogy a Sony mindent elvenne, hát lehet, hogy jobb F1 lenne, de akkor, hogyha megint az lenne, hogy PC-re nem jelenik meg, csak PlayStation-ra a játék, akkor meg megint beszoptad. Azért nem lenne jó, hogyha a Sony kapna meg minden. De én például csak azért egy PS5-öt nem vennék, hogy most azon F1-ezze. Az az kis tó. Defekt? Yes, of course. Így elmentem vele, majdnem 20 kört. Már az is haladás. Igen, meg... Hát Hamilton nem lesz ennyire messzi tőled, de nem hiszem, hogy utol tudod élni. De figyelj, Ricardo kurva messzi van, úgyhogy a harmadik helyed az biztos. Azért mondtam, azért kockáztattam, mert tudtam, hogy az biztos. Ez a kontroller miatt nem lett meg igazából. Igen. De hogy eltaláltam, hogy a 24. körbe defektet kaphatsz? Pont akkor, igen. Úgy lehet 26. kör, legeslegvégét kellett volna mondanom. Jöhetett volna. Akkor meg lehet volna a második. Na, most megyünk az összes eset, most már tök mindig. Nem volt emélyt tud megverni, és lefoglalom? No. Szomorú. Meg a szamuráj is. Az is szomorú. Meg szegény Márzsi. Az is szomorú. This is your final lap, of the race. Hát igen, Bence, ilyenkor rossz, hogyha nincs meg egy játék, csak így ilyen passzel. Például ugye itt a Game Pass, vagy Sonynál akár a PlayStation Plus-os előfizetés, mert sose tudhatod, hogy mikor veszik ki azt az adott játékot, amivel pont játszol. Hopp, 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 hopp. Na, csak nem egy utolsó körös négy. Nem, csak kimentem a füvet megnézni, hogy jó, elég vizesen. Csak kellett volna. Az a baj, nézőknek nem tudtam integetni, mert nem voltak ott. De a fű teljesen jó állapotban van. De csak egy 4 másodpercet vesztettem Hamiltonhoz képest, az nem is olyan sok. Most kéne azt eljátszani, hogy bemenni a boxba, és akkor a box utcába intenének le. Meg is bemehet. Nem geciskedek ilyennel. Dehogy nem. No. Igaz lenne az igazi.
Na, helyette ideálltam a Ferrarihoz, és olvasom a táblájukat. Köszi szépen, srácok. Köszi mindenkinek. Hát igen, így, hogy az EI amúgy kiment plusz egy körre, vagy plusz egy kiállása, így amúgy úgy mondom, hogy easy volt, de... Na, ezzel oda kellett figyelnem nekem is. Köszi, Benco. Szép volt, Dani. Köszönöm, Ricardo-nak adtam úgymond 4 másodpercet, 2 kilovat, emért annak meg másfelet. De ez teljesen reális. Az. Hoppá, ezt a Van Okon a napversenyzőjét. Unalmas már ez a grafika. Örülj, hogy a himnuszt nem kell végighallgat. Nem is hallgattam, elnyomnám. Nem, mint hogy pont most, hogy elnyomtam. Na, pedig hát olyan jó, ahogy Hamilton itt önti rám a pesgőt, én meg le se szarom. Köszi szépen, Bence, hogy benéztél, neked is további szép estét. Na, srácok, közben akkor itt van a végeredmény. Ugye kiállásból én voltam az egyedül, aki egy kiállásom volt, mindenki más kettőn. Nyilván Dani is egyen lett volna, hogyha nem kap defektet. És akkor hát a dobogósok után Verstappen megint csak negyedik lett, vagyis hát csak negyedik, hát nem tudom, ő ezeket a negyedik helyeket nagyon szereti gyűjtögetni ebbe a kóba. Mögötte lett Ricardo az ötödik, Perez 6, Leclerc 7, úgyhogy szerzett Leclerc megint pontokat, úgyhogy ez neki jó. Norris 8, Ocon 9 a 15. helyről, és ezért lett ő a napversenyzője. És Stroll lett a 10., akik nem szereztek pontot, a Sainz, Vettel, Raikkonen, Grosjean, Russell, Kvyat, Magnussen, Latifi, és ugye kiesett Gasly és Giovinazzi. Úgyhogy ez lett a végeredmény, majd mindjárt megnézzük a pont állást, hogy hogyan és mint vagyunk. Nyugodtan DNF-el egyszerűen, szerintem senki nem lesz szomorú. Hát Milán főleg, meg te se. Nem az amúgy is. De hát ha valaki, szomorkodna. Van, csak egy kicsit izgalom, nem azért, hogy nem szeretném, csak karosabb legyen a vége, nem az, hogy kap a 200 ponttal. Na és a következő nagy díj, srácok, majd a magyar nagy díj lesz. Jó, és akkor végül úgy állunk, hogy 163 ponttal vezetem a VB-t, mögöttem Hamilton 117 pont, Dani 107 ponttal, a harmadik, úgyhogy közöttük egy 10 pontos különbség van. Majd jön Verstappen 71 ponttal, és mögöttem a nagyobb lemaradásban jön Ocon, viszont Ocon harcban van Perezzel, Gasly harcban van Ricardoval és Sainzzal, Norris harcban van Strollal, és utána Kvyat valamennyire Leclerc-el, meg Vettel-el, bár Leclerc nem mindig szerez pontokat, és ahogy látjátok, ugyanazok maradtak a nem pontot szerzők listája, Raikkonen, a két Haas és a két Williams, a konstruktőrőben is ugyanúgy a Haas és a Williams 0 pontos, a 8. helyen az Alfa Romeo van egyetlen egy ponttal, úgyhogy igazából a Williams és a Haas, hogyha szerezne egy pontot, vagy attól többet, akkor már meg is előznék az Alfát. A Ferrari a 7., ami hát szerintem azért Ferrari-nek eléggé nagy érvágás, hogy csak 7. A 6. helyen az Alfa Tauri van, majd utána előttük van a McLaren, a Racing Point és a Renault a 3. helyen. Hát a Renault meg a Racing Point között nincs annyira sok pont különbség, úgyhogy ők még harcolnak egymással. A McLaren és az Alfa Tauri is harcol egymással, de ők ugyanúgy a 3. helyet is még. És hát ugye a Mercedes 224 ponttal a 2., és a Red Bull 234 ponttal pedig az 1. Úgyhogy igazából ott is 10 pont különbség van, mint Dani és Hamilton között. Úgyhogy srácok, ez volt a F1 2020, és azon belül is ugye a Brit Night. Úgyhogy nem tudom pontosan majd még mikor fogjuk ezt folytatni, ezt a kópot, de valamikor biztos, vagy a héten, vagy a jövő héten, de szerintem inkább jövő hét lesz belőle. Aztán majd meglátjuk. Úgyhogy Dani, köszönöm a részvételt.
Én is. Meg szerintem én akkor innen Discordra is köszönök tőled, mert már megyek kajálni, meg ilyenek. Úgyhogy köszi, aztán majd beszélünk, hogy mikor folytassuk. Na csücsü. Csücsü. Tőletek is elköszönök, srácok, illetve akkor, ahogy ugye ígértem, Ádámnak is, meg ugye nektek is, átmegyünk Ádámhoz. Úgyhogy ő most jelenleg a F1 23-ban tolja az Imolai nagy díjat. Úgyhogy srácok, tényleg köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, remélem a futam aránylag valamennyire izgalmas volt, vagy nem is tudom, mennyire lehetett izgalmas, így, hogy folyamat előre megyek, de látva lesz az majd jobb is. Úgyhogy ja, majd találkozunk egy legközelebbi alkalommal, addig is vigyázzatok magatokra, már csak egy napot kell kibírni, és hétvége. Sziasztok!